Így nézett ki még november végén a bátaszéki II. Géza gimnázium közel 50 éves épület szárnyának teteje és tetőtere. Az iskola 2009-es nagy felújítása ezt a részt nem érintette. Az addig ebédlőként üzemelő helyiségből informatika terem lett, de korszerűsítés ekkor nem történt. Ebben az intézményben valóban ez volt az az egyetlen neuralgikus pont, ahol nagyon nagy szükség volt a felújításra, hiszen itt a tetőbe is ázott, nem volt rendes szigetelés a tetőn, és ez nagyon nagy problémát jelenthet, hiszen nyáron ebben a tetőtéri részben nyáron nagyon meleg volt, télen pedig nagyon-nagyon hideg volt. A szekszárdi tankerületi központ közel 20 millió forintot biztosított a felújításra, ami a tetőcserét, a szigetelést, burkolást, festést és az elektronikus hálózat korszerűsítését is fedezte a teljes tetőtérben. Régi lámpatestek azok egyrészt korszerűtlenek voltak, másrészt belógtak a belső térbe, és ezzel is szűkítették tulajdonképpen a belső felületet. Én azt gondolom, hogy ezzel egy nagyon esztétikus és egy nagyon szép és hát nagyon praktikus informatika termet, és ugye mellette pedig egy ugyanilyen módon felújított büfét is kaptunk. Az igazgató elmondta, hogy a több mint 30 fős befogadó képességű tantermet február 1-től a 7. és 8. osztályos diákok birtokba veszik, de reméli, hogy hamarosan a többi évfolyam is élvezheti majd a felújított épületrészt.